Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. A mai videóban a butirát, vagy másik nevén a vajsav jelentőségéről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A vastagbélben lévő baktériumok dolgozzák fel az elfogyasztott növényekben lévő rostokat, és a folyamat során rövid szénláncú zsírsavakat állítanak elő. A baktériumok által a rostok feldolgozása során létrehozott zsírsavak közül a legfontosabb a butirát, vagy másik nevén a vajsav. A vajsav nevéből kiderül, hogy a vajban található meg jelentősebb mennyiségben, de a ghee vajban van a legtöbb belőle. A ghee-t vajból készítik, a vajat felmelegítik és a fehérjét kiveszik belőle, így csak a zsírok maradnak vissza. A vajsavat, a butirátot a vaj és a ghee vaj fogyasztásával tudjuk közvetlenül bevinni, a legjobb ételek pedig a butirát termelődés fokozásához a vastagbélben a zöldségek. De természetesen más rostokat tartalmazó ételekből is előállítanak vajsavat a baktériumok, például a gyümölcsökben és a gabonákban lévő rostokból. Az inulin és a guargumi hatására is termelődik butirát. A vajsav szint csökkenés egyik fő oka a kevés zöldség és gyümölcs, tehát a kevés rost bevitele, illetve a vajfogyasztás hiánya a táplálkozásunkban. Csökken a mennyisége az antibiotikumok hatására is, mivel a nem kívánatos baktériumok mellett a vajsavat termelő baktériumokat is elpusztítják a belegben a gyógyszerek. Először is a vajsav az elsődleges energiaforrása a vastagbélnél lévő sejteknek, tehát ha azt szeretnénk, hogy javuljon az emésztésünk, ne legyen például székrekedés, jó legyen a bélmozgás, az elegendő vajsav jelenléte kulcsfontosságú. Ez egyben immunerő növekedést és az energiaszintünk növekedését is eredményezi, tehát csökken a fáradtság. A vajsav kiváló gyulladás csökkentő, ezért bélgyulladásos problémáknál, mint például az IBS vagy a kolitis, segíti a regenerálódást, továbbá csökkenti a vastagbélrák és a bélpolipok kialakulásának kockázatát is. Gyulladásos bélbetegségeknél azonban kevés vajsavat tud termelni a bélrendszer, ezért ilyen esetben a vaj, illetve a ghee vaj bevitelével célszerű pótolni, és sokat is tud segíteni ezeknél a problémáknál. A vastagbélben lévő baktériumok és a vastagbél fala között egy nyálkahártya réteg található, melynek feladata, hogy gátolja a vastagbélben lévő baktériumokat, akár jók, akár rosszak, hogy bekerüljenek a vérkeringésbe. További feladata ennek a nyálkahártya rétegnek, hogy kiválogassa, mi kerüljön be a vérkeringésbe és mi nem, tehát egyfajta szelektáló feladatokkal is rendelkezik. A vajsavnak az egyik fő feladata, hogy kellően vastagon tartsa ezt a baktériumok és a vastagbélfala közötti nyálkahártya réteget, ami ha elvékonyodik, nem lesz képes visszatartani a nem kívánatos vegyületeket, baktériumokat, így azok bekerülnek a nyirok, majd a vérkeringésbe. Ez az állapot növeli az áteresztő bélszindróma kialakulásának esélyeit, társulva C-vitamin és más mikrotápanyagok hiányával, ami szinte minden autoimmun betegségnek a fő kiváltó oka. A vajsav növeli a glutation szintet. A glutation ugye testünk egyik legerősebb saját antioxidánsa, mely többek között a máj és a belek védelmében játszik fontos szerepet. Itt fontos megemlíteni az epesav termelődés serkentő hatását is, melynek következménye a több zsírban oldódó vitamin vegyület hasznosulása az emésztés során. Az inzulin rezisztencia is csökken a butirát hatására, tehát javul tőle az inzulin érvényesülése, jobb lesz a szénhidrát anyagcserénk, illetve a jól lakottság érzetünk is, ami hasznos, ha fogyni szeretnénk. A butirátnak neuroprotektív, azaz idegvédő és támogató hatásai is vannak, és nem csak az agyban lévő idegekre, de a vastagbél körüli idegekre is hat. Növeli a dopamin előanyagának, a tirozin hidroxiláznak a szintjét, a dopamin a elégedettségérzetet, illetve a boldogságot vált ki. A depresszió esetén, illetve bipoláris zavaroknál, illetve más hangulatunkat, agyunkat érintő problémáknál is nagy eséllyel alacsony a vajsav termelődés a vastagbélben. Javul a hosszú távú memória, javulnak a tanulási képességek, ha van folyamatosan elegendő butirát jelen.
A vajsav be tudja kapcsolni az egyik hemoglobingént, ami ugye vörös vérsejteket állít elő, tehát vérszegénység esetén is hasznos a vaj, a gívaj és a bélflóra támogató magas rosttartalmú zöldségek, gyümölcsök bevitele. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a vajsavról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!